Az új egyetemi termeket, tereket mutatják meg a miniszterelnökséget vezető miniszternek. Gulyás Gergely is részt vett a Pécsi Orvostudományi Kar épületátadóján. A kormány még 2015-ben indította el a Modern Városok programot, amelynek forrásaiból épületett meg az egyetem orvosi karának új épületszárnya. Az a több mint 13 milliárd forint, amely erre az épületre, és az a több mint 30 milliárd forint, amely az egyetem egészére fejlesztésként az elmúlt években hasznosult, radikálisan bővíti az eddigi lehetőségeket. 40%-kal nő a kar oktatási és kutatási területe, az épületet a legmodernebb diagnosztikai és terápiás eszközökkel és műszerekkel szerelték fel, és ez önmagában is mutatja azt a nagyszerű perspektívát, amely az egyetem előtt áll. Összesen 12.000 négyzetméternyi az új épületszárny. 4 nagy termet és 34 szemináriumi termet alakítottak ki benne. Az oktatást a legmodernebb eszközök segítik. A körülötte lévő park is megújult, még egy tavat is kialakítottak az elméleti tömb és a 400 ágyas klinika közötti részen. Az egyetem fejlesztése összekapcsolódik Pécs és a térség fejlődés is, mondta a baranyai parlamenti képviselő az átadó után. Innen indul majd az a nagy program, ami több száz hektárnyi egyetemi tudáscentrum, ipari park, science, tudományos park keretében a tudományos kutatásokat gyártásokba, inkubációkba és új cégeken keresztül gazdasági potenciálba fordítja át. Tehát a tudást gazdasági tőkévé alakítjuk. Ez a Pécsi Tudományi Egyetem új küldetése. Ehhez pedig a kormány minden segítséget megad, mondta Hoppár Péter. A Tudáspark kialakítása közeljövőben indulhat meg.